Jó estét! Bemutatok egy eladó BMW X1-est, ami négy kerék meghajtású, X-Drive-os, 140 kW-os, ez a 2 literes motornak az erősebbik verziója. Ott az alvászám az alapján leinformálható. Egy forgalomban onnan derül ki, hogy az autó Magyarországon újonnan vásárolt vagy sem, hogy van a B betű, az az első forgalombejegyzés országtól függetlenül, és van az I betű, az pedig az első magyarországi forgalombejegyzés. Hogyha ez a kettő megegyezik, akkor az Magyarországon újonnan vásárolt, ami ő. Ő, akinek van téli kerék garnitúrája külön felnin és külön szelepekkel, szóval nem ugyanúgy kijelzi, hogy defektes vagy nem defektes, van benne nyomás érzékelő. A téli kerék az 90%-os és 17-es, a nyári az pedig 18-as. Az autón világítás csomag van, így világítanak a kilincsek. És már egyértelműen lehet látni, hogy minden fekete rajt ez külön rendelhető, hogy az összes ablakkeret, ez fehér autóknál ez elengedhetetlen. A tetősín is fekete, az ablakkeretek. Amúgy a nyári gumi is újszerű, az is ilyen 80, de inkább 90% feletti. Ledes lámpák. Hogyha valaki szereti nagyon az autóit, jobban, mint az átlag, és szereti csinosítgatni őket, akkor annyiban tudok segíteni, hogy mivel minden fekete az autón, amit lehetett rendelni, de ez krómozott maradt, ez a ott az a körbe, az a vesének a díszcsíkja, én abból tudok rendelni feketét, teljesen feketét, hogy ott ne legyen krómozott semmi, és abba tudok segíteni. Ezt én mindig lecserélem a saját autóimon, de ezen nem cserélem le, mert ez bizományos hirdetés, és a tulajdonos az őt nem érdekli. Ő így adja el. De én viszont tudok segíteni, hogyha abból fekete kell. Végig a rakautónál volt szervizeltetve, úgyhogy forgalmi alapján ott a rendszám, alvásszám az alapján le is lehet informálni. Na most mi egy hegytetején lakunk, és nagyon nagy vihar van arra Veszprém és Balaton fele, úgyhogy innen mindent lehet látni. Lehet, hogy itt is mindjárt leszakad az ég. Így. Na. Most mondhatom a belsejét. Alkantara belsős. Ez annyit jelent, hogy hát a bőrhöz szokták említeni, de ez ilyen apró pici szálakból áll. Mindjárt megmutatom, itt egy, az előbb végig simítottam, és ott a nyoma. Így bele tudok rajzolni. Ez ilyen pici apró szőrszálakból áll, és ez azért jó, mert nem izzad bele az ember nyáron.
Viszont nem is sima szövetülés. Csak nehéz befotózni, mert úgy tűnik mindenhonnan, hogy foltos. Hogyha valaki nagyon szereti a harmóniát, akkor neki ez lehet tetszeni fog, mert kék cérna, az összes díszvarrás az kék cérnával van ellátva. Fejtámlán is, könyöklőn is. Mindenhol, ahol van díszvarrás, az ott mindenhol kék. És ez a belső rész, ez itt is, az ajtókárpiton is, és az üléseknek a ott is ilyen kékes hátterű. Nappali fénnyel jobban lehet látni, de ezt a BMW-nek talán a legtöbbet eladott belső része. Igazából nem Magyarországon, de külföldön talán ebből rendelik a legtöbbet. Díszvilágítás. Itt például ajtókárpitonként kettő is van, itt, meg ott. Igyekszem lassan és egyértelműen videózni, de igazából nincsen semmilyen sérülése. Érdemes megnézni több-kevesebb kilométeres autót, és annak jól megjegyezni az állapotát. Azt utána jöjjenek el, nézzék meg ezt, mert kilométerhez képest ez ilyen nagyon szép állapotban van. A tempomat, MS a belseje is, így. Ennek már az érintőképernyős kijelzője van.
Ez egy nagyon jó dolog, zárószellőztetés, mert ha napon hagyjuk az autót, és tudjuk, hogy azt, hogy 4 órakor végzünk, akkor beállítjuk úgy 3 óra 50-kor, indítson egy zárószellőztetést, és akkor, amire kimegyünk, akkor nem a felforrósodott autóba ülünk bele, hanem a kinti hőmérsékletű autóba. És itt vannak a regisztrált BMW-nél történt szervizek. Az a jó, hogyha az összes OK gomb az zöld. Hogyha zölden világít az OK gomb, akkor az azt jelenti, hogy az előírás szerint szervizeltették, hogy nem volt túlfutás. Hogyha sárga az OK gomb, akkor az azt jelenti, hogy túlfutás volt, de 10%-on belüli. Hogyha piros, akkor az azt mondja, hogy hát ő nem úgy tartott a karban, mint ahogy a BMW előírja. Ülésfűtés mind a két helyen, vagy mind a két oldalon. És ott van a vezetés mód választó gombok. És itt az iDrive. Így. Hát, így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!